Nagyobb teret kapott a közéletben az ifjúság 2016-ban. Számos konferenciát, pályázatot, konzultációt, kiadványokat és a már hagyományos EU tábort tudja többek között maga mögött a Magyar Ifjúsági Értekezlet. A választások révén a szervezet a helyi és a megyei önkormányzatban, valamint a parlamentben is jelen van. Az elmúlt év eredményeit összegezték mai sajtótájékoztatójukon a Miért képviselői. Eseményekben és eredményekben gazdag évet zárt a Magyar Ifjúsági Értekezlet. Ez a szervezet 2016-os évet értékelő sajtótájékoztatóján hangzott el, ezen összegezték tavalyi rendezvényeiket, illetve a legutóbbi önkormányzati és parlamenti választások eredményeit az ifjúsági szervezet szempontjából. EU táborunk volt egy teljesen új helyszínen, már a tavalyi arculatot használva, több mint 300 résztvevő, ugye kiemelt vendége volt a rendezvényünknek Nagy-Britannia nagykövete, ahol élőben hallhattunk a Brexitről olyan információkat, amikről azt gondolom, hogy tényleg hasznosak voltak a fiatalok szempontjából. Volt Miért Akadémiánk, most folyik az Erasmus Plus-on keresztül finanszírozott pályázatunk. A választások nyomán a Miértnek 12 polgármestere, 3 megyei tanácsalelnöke, 13 megyei tanácsosa és több száz helyi önkormányzati képviselője van. Apjok Norbert a decemberi választások nyomán az RMDS Máramaros megyei képviselője, az ifjúság képviselője, a parlamentben a honvédelmi és közrendészeti, illetve az IT bizottság tagja. Én úgy láttam, hogy ezen a bizottságon belül lehet dolgozni azokért az intézkedésekért, amelyek nagy részt segíthetik az erdélyi magyar fiatalokat. Ugye kampányban is nagyon sokat említettük az online felületen való cégbeiratást, az egynapos ügyintézést, az e-adminisztrációt. Éppen ezért választottam az IT bizottságot, hogy ezekért a dolgokért tudjak tevékenykedni. Apjuk a Honvédelmi és Közrendészeti Bizottság tagjaként azt tűzte ki célul, hogy a magyar lakta településeken legyen magyarul beszélő rendőr. Amiért tavaly két kiadványt is megjelentetett, az első az önkormányzatban dolgozók, a második a pályázók tevékenységét segíti.